Monorváros önkormányzatának 2020-as évi költségvetési koncepciója. Ugye a koncepciónk az három nagy részből áll. Az első rész ugye az a, ugye, hogy mit kapunk működéssel, mekkorák lesznek a saját bevételeink, és ugye hogyan lesznek még a normatívák, hogyan fognak alakulni. Tehát ezért se tudunk már gyakorlatilag előző évben koncepciót alkotni, mert van rengeteg olyan szám, amiről még nincs pontos tudomásunk, amit elmondtam előbb, hogy a finanszírozás, a működési, egyéb más működési támogatások, illetve az adóbevételek. Ugye most is gyakorlatilag egy mínuszos koncepció van, de az előző egy évvel ezelőtt gyakorlatilag, én úgy, ha jól emlékszem, akkor még több hiányt mutattunk ilyenkor decemberben. Én bízom benne, hogy azért mire a költségvetést megalkotjuk, azért sikerül nullára, vagy egy kis pénzt még esetleg sikerül is találnunk benne. A második része ugye a egyedi kérelmeknek a része, többletigények, ugye bele vannak foglalva egy táblázatba. A harmadik része a fejlesztési felújítási igények, ugye amin a bizottsági ülésen gyakorlatilag a pénzügyi városfejlesztés és pénzügyi bizottság hozott egy olyan döntést, hogy 120 milliót esetleg, körülbelül 120 milliót szeretne fejlesztésre költeni, és hogy majd ez szerint legyen megalkotva ugye a költségvetés, de ugye ez még nincs kőbevésve. Ugye itt több határozati javaslat is van ebbe a napirendi pontba. Én kérdezném először a elnök urat, bizottság elnökét, hogy kívánja kiegészíteni esetleg a... Kérdezném a pénzügyi iroda vezetőjét, hogy ő szeretné-e még valamivel kiegészíteni a napirendi pontot. Amiről beszéltél polgármester, a 120 millió forint fejlesztési kiadást, azt ugye sor alatt szerepeltetnénk, és akkor arról kellene határozni, hogy az ingatlan értékesítés bevételéből, egy sor alatt kötvényből lehívásból történjen. Tehát ez nem igen, csak határozat szerint, tehát nem közvetlen beépítve a költségvetésbe, hanem sor alatti tételként szerepel. Tehát tulajdonképpen úgy lenne ez a fejlesztés, amennyiben nekünk nem lesz egyébként más egyéb forrásunk, tehát a mérlegbe, hogy akkor ez a fejlesztés, de ez, ahogy mondtam, ez nem egy kőbevésett dolog, erről még döntünk. Ez egy ilyen körülbelül összeg lett meghatározva. Ugye át kell azt gondolnunk, hogy úgy akarjuk-e az évet csinálni, hogyha esetleg nullára jövünk ki, hogy a városban mellett nem fog fejlődni semmi. Mert ugye azért mindig volt egy járda programunk, ugye az intézményi felújítás, ha jól tudom, az alapból benne van a koncepcióban, de nincs, akkor nincs benne, akkor arra is egy 20 millió forint, és több egyéb más dolog van, sőt, ugye itt egyeztettünk már előtte, hogy vannak olyan dolgok, amik már vállalt feladataink, tehát mondjuk van olyan, hogy parkolóépítés ugye az új óvodához, ez sincs még jelenleg feltüntetve ugye a koncepciónkban, mert ennek se látjuk pontosan az összegét, hogy mennyibe fog kerülni, de még több olyan feladat is van, amit ugye így vállaltunk, de valójában még sehol nem szerepel. Megadnám a szót Sinkovics László elnök úrnak. Köszönöm szépen, hogy két részbe tárgyalt, egyfelől gyakorlatilag az alrendszerekbe a múlt heti soros ülésen. Ugye akkor még az anyag maga nem állt össze teljes egészében, ezért külön tárgyaltuk azokat a részeket, a sportegyesület, stb. Támogatásokat, ügyelet, gyerekorvosi ellátás, amire ugye külön napirend lesz. Én úgy gondolom, hogy ez rendjén való, és bizottság ülésen egy ilyen nagyon kacifántos javaslattal éltem, ugye irodavezető úr tájékoztatott minket erről a 120 millió forint keretről, nem is azzal van a baj, hogy most a cevát föléljük, nem éljük, családi negyedüstöt jó lenne nem fölélni, de vannak bizonyos dolgok. Csak valamilyen módon próbáljuk már meg a önkormányzat vezetése és a hivatal, hogy ne essünk bele azokba a hibákba, ami nem a mi hibánk, nem okozói, hanem elszenvedői vagyunk, hogy gyakorlatilag, amikor mi kérünk egy költségvetést, tervezetet, egy vizes blokk felújítás vagy bármire,
Tehát gyakorlatilag már ilyen horrorisztikus számokat kapunk. Tehát amikor mi eltervezzük, hogy valami belekerül X forintba, akkor Y plusz 100 000 vagy mi. Tehát nagyságrendek. Tehát, hogy valamilyen módon egy előzetes számításokkal elérni azt a lehetőséget, mert tudnék akkor nem. Most azt mondjuk, hogy betervezünk 10 milliót, 20 millió lesz, de kötelezettséget vállaltunk, az ugye egy feladat elmaradást fog jelenteni. És ki fogja utána azt mondani, hogy arra nem futja. Mert ugye most az építőipari anyagárok, munkadíjak tekintetében hújúj. És most nem szeretnék én itt lobbizni különösképpen, de azért a sportegyesületről, hál' Istennek, és köszönjük szépen, hogy önálló napirendként tárgyalhattuk. Volt egy időszak, ez az elmúlt kicsi. Nem tekingetünk hátra, mert aki hátrafelé néz, óra esik. Valahogy mindig lemaradtunk. Mi módunk volt az elnök úrral, mármint a sportegyeset elnökével tételesen átbeszélni. Én ezeket a fényképeket, amit az elnök úr a kezembe adott, ott a bizottságon nem tudom eljutott, én körbeadnám. Ez az üzletcsornak a teteje. Tehát amikor tárgyalunk koncepcióról, jelenleg fóliázva van egy élelmiszerüzletnek a teteje. Tehát abban az esetben, ha most nem értsétek félre, nem a lobbistája vagyok az MSZ-nek, de egyfelől gazdálkodásról beszélünk, ha ne adj Isten, ott valami nagyobb baj történik, akkor elesik a saját bevételtől is. Mert ugye ők azt kérik, hogy a kétharmadát tegyük hozzá mi, az egyharmadát pedig ők maguk vállalják. És ahogy polgármester úr említetted az imént, ez az épület is a mi tulajdonunk. Mert a tankerülethez az energetikai RAC program önrészét beletesszük, súlyos 10 milliókat. Nem irigylem én a tankerületet, hogy az energia megtakarítás milyen hasznot hoz nekik utána. Csak ugye ezek azok az egyszeri költségek, amiknél jó reménységgel, ha egy olyan műszaki tartalommal van megcsinálva, akkor talán örök, mint a nyomorúság. Úgyhogy, és egyébként bizottságunk egy ellenszavazattal támogatta a koncepció elfogadását. Köszönöm. Csak, hogy általában ezeknél a beruházásoknál keretösszeget határozunk meg, illetve egy bázisalapú számítás megy. Tehát, hogyha mondjuk most nekiállnánk azt kiszámolni, hogy mondjuk mennyibe kerül majd a Bajcsin az a 35 parkolóhely, akkor azt szerint számolunk, hogy nekünk mondjuk a 11 parkolóhely mennyibe került a Bölcsinél. És ahogy az időben előre haladunk, itt mindig nőnek az árak. Tehát ez az a baj, nem tudom, hogy mikor fog ez megállni, de most gyakorlatilag a kicsit a Bölcsödénél is szerintem ebbe a problémába estünk, hogy minél jobban halad az idő, az építőipari árak annál jobban mennek föl. Most egy hasonló méretű sportcsarnokot mondjuk felépíteni, mint ami nekünk van, és gyakorlatilag 1 milliárd forint volt az építési költség, szerintem én 2,5-3 milliárd forint alatt nem úsznánk meg. És akkor megadnám a szót Balogh Péter képviselőtársamnak. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A koncepciónak két dolgot látok, illetve látok többet is. Az egyik az, hogy vannak olyan intézmények, akik eléggé jól meg vannak finanszírozva, és ki vannak stafírungozva, aztán a végén ott van a gondozási központ, hogyha valaki olvasta a gondozási központnak a kérelmét, és itt nem a 600 000 forintra gondolok, hanem arra, hogy milyen nehéz munkatársat találni, és milyen borzasztó nagy problémában vannak. És akkor köztem még ott vannak a apróságok, ugye azok a feladatok, amit a Művák Iroda szállított. Egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. A Németh Ágoston utcának, a utcai társaságnak a belső udvarát 2017-ben van egy határozat róla, egy városfejlesztési bizottsági határozat róla, hogy a panaszuk jogos, erre el is lett annak idején különítve 2 millió forint, ez a 2 millió forint 2019-ben nem lett felhasználva. Most már benne sincs a koncepcióba, tehát kikerült. Tehát én úgy látom, hogy ami kettes kategóriával, illetve hármas kategóriával van berakva a koncepcióba, az következőben valahogy kimarad, mert hát nyilván nem jut rá pénz. Tehát itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a meglévő összeget, tehát ami van, azt jó gazda módjára úgy, ahogy otthon szoktuk osztani a pénzt, tehát prioritásokat fölállítva próbáljuk ezt elosztani, mert elég furcsán jön az ki, hogy van egy majdnem 3 éve ezelőtti döntés, hogy
meg lesz csinálva a belső udvar. Nyilván attól vannak fontosabb dolgok is, ezt elismerem, de azért valamit azoknak az embereknek mondani kell, akik éppen ott laknak. A másik pedig, ugye tudja a tisztelt képviselőtestület, hogy a korábbi képviselőtestületnek volt egy olyan döntése, illetve a klímavédelmi munkacsoport elérte azt végre, hogy a Adi út fásítására kész tervek legyenek. Erre van árazott árajánlat és árazatlan árajánlat, tehát az árazottban, ha jól emlékszem, 10 millió forint szerepel, amit egy kicsit sokalok, mert én szerintem ez sokkal olcsóbban is meg lehet oldani. Persze kérdés az, hogy milyen fákat választunk. Én úgy tudom, hogy a környezetvédelmi ügyintézet berakott 4 millió forintot a koncepcióba, de ez sajnos nem elég a Adi út teljes hosszára, ez csak egy szakaszára elég, mégpedig a Balassi utcától mondjuk a Jókai utcáig tartó területre. Tehát meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogy tudnánk ezt olcsóbban, tehát még 4 millió alatt is kihozni, olyan fákat választva, illetve olyan társadalmi munkát a civilek biztos, hogy felajánlanának, amiből sokkal olcsóbban, és adott esetben tovább tudnánk menni még a 4-es út fel a fásítással, mert az nagyon fontos dolog. Legolcsóbb megoldás a klímavédelem szempontjából a faültetés, amit nagyon olcsón meg lehet oldani. Ezt javasolnám, hogy ebben foglalkozunk. Köszönöm szépen. Köszönjük képviselőtársamnak a hozzászólást. Én azért mondanék rá egy-két dolgot. Ugye a Németh Ágoston utcában az a 2017-es évben az a 2 millió forint, ugye az tervezése volt. Valóban nem szerepel a koncepcióba. Most azért próbáljuk ezt még mindig úgy csinálni, hogy először ugye a kötelező feladatok legyenek teljesítve, és utána majd még a fejlesztésekben, hogyha lesznek más egyéb fejlesztések, tehát mint például ez a Németh Ágoston utca is, ahol egyébként a csapadékvíznek az elvezetésének a problémáját azért részben sikerült megoldani azzal, hogy ott az árcsapadékvíz elvezető rendszer tisztításra került, és a zárt rendszer gyakorlatilag ki lett bomázza, most már úgy látom, hogy nincs az a nagy probléma, ami előtte volt. Ennek ellenére még a parkolónak ugye azért vannak olyan részei, ami gyakorlatilag már járhatatlan szinte, mert ugye a régi gyephézagos kő az olyan szinten széttöredezett rajta, hogy a kocsi alját, hozzáér a kocsi alja. Én azt gondolom, hogy ha látjuk már a, de egyébként ugyanúgy kettes pontban most is bele lehet tenni, mert azért, mint ahogy az előbb is mondtam, azért vannak olyan dolgok, amik nekünk tényleg SOS dolgok, hogy hogy kivitelezzük, mint például az előbb említett katonakonyha kérdése is egy elég fontos dolog lesz, tehát én elhiszem, hogy most meg fogjuk tudni csinálni ezt a fűtési rendszer, de lehet, hogy egy hónap múlva a nyomás miatt megint jelentkezik egy hasonló probléma. Az Adi utca fásításával kapcsolatban nyitott kapuk, gyakorlatilag én is abszolút támogatni tudom azt, hogy majd ezt a fásítást megvalósuljon, meg kell találnunk hozzá a forrást, hogy hogyan tudjuk megvalósítani, de úgy gondolom, hogy már költöttünk arra nem kevés pénzt, hogy megterveztessük, ami nagyon jó dolog, és nagyon jó, hogy a város elindult ebbe az irányba, és tényleg egy nagyon nagy dolog, hogy gyakorlatilag civil kezdeményezéssel is, városi kezdeményezéssel is fák kerülnek elültetésre a városba, és gyakorlatilag mindig voltak faültetések a városba, tehát már az elmúlt időszakban is, csak akkor általában valamilyen beruházáshoz kapcsolódtak. Most ezek teljesen függetlenül olyan fasorok, amik majd a gyermekeinknek, unokáinknak már sokkal nagyobb értéket fognak képviselni, mint azt mi gondolnánk. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a környezetvédelmi alap terhére majd lehet ebbe gondolkodni, és én is azt gondolom, ha még nem is a jövő évben, de az utána következő években biztos, hogy meg kell csinálnunk ezt az Adi utcai fásítást. Most ezt tulajdonképpen akkor belevegyük a fejlesztési felújítási igényekbe ezt a két dolgot. Jó, akkor a... Igen? Ildikó? Köszönöm.
állítani, hogy ilyen igények vannak, de még ezre tudnánk írni. Tehát itt ezeknél a kategóriáknál érdemesebb inkább keretszámban gondolkodni, tehát hogyha a testület szeretne ezekre a hallgatókra pénzt szánni, akkor milyen keretösszegben gondolkodna erről, hogy a költségvetésbe mondjuk be lehessen állítani. Mert, és utána majd később, majd amikor a keretszám van, utána el lehet azon gondolkodni, hogy akkor milyen prioritásban gondolkodik a testet, és mondjuk március-április környékén, mikor már van költségvetés, akkor már annak a keretszámnak a felosztásában, már a konkrét feladatokban gondolkodni. Azért van felsorolva, hogy lehessen látni, hogy nagyságrendileg körülbelül milyen problémák vannak a városban. De mondom, még ezret fel lehet sorolni sajnos. Jó. Én azt mondom, hogy azért abba, hogy beletegyük a koncepcióba ezt a két dolgot, vagy akkor visszatérhetünk rá januárba is gyakorlatilag, és... Tessék? Jó. Jó, de gyakorlatilag januárban is ráérünk arra, hogy ezt így szétosztjuk. Tehát azt, és akkor esetleg képviselőtársam is bejön esetleg már a Városfejlesztési Pénzügyi Bizottságra, és akkor ott jó, csak tárgyalunk ezekről a keretekről, hogy körülbelül mekkora összeget lehetne tenni. Dezső Fiandor képviselőtársam. Képviselőtársamnak szeretnénk azért a hozzászólására reagálni, tehát én azért nem érzem úgy, hogy bármelyik intézményünk a másiknak a kárára, rovására ki lenne stafírungozva. Bár így lenne, én nagyon-nagyon örülnék ennek, ha a város szűkös lehetőségei ezt megtennék, hogy ezt így tegyük, de akkor nyilvánvalóan mindegyikkel ezt tennénk, és nagyon örülnék neki, hogyha erre lenne lehetőségünk, sajnos jelen pillanatban nincsen, bár azon vagyunk, hogy a lehetőségeinkhez képest nyilván akár a gondozási központ esetében is a jogos igényeket mindenképpen ki tudjuk majd elégíteni. Ez lett volna az egyik. A másik pedig az a 120 millió forintos keret, amit ugye a javaslatunkban szerepelt. Ezt azért tettük, mert látni kell, hogy jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésben fejlesztési forrásra nem lesz lehetőség. Nyilvánvalóan ezért kell elkülöníteni mindenképpen egy keretet, és hogyha abban gondolkodunk, hogy a városnak a fejlődési iránya milyen irányba menjen, adott esetben például mindenképpen a szennyvíztelepünket majdan fejleszteni kellene, amihez nyilvánvalóan először egy tervezési folyamaton kellene majd átesni, és erre is kell forrást találni, és ez nyilvánvalóan ebből a pénzből lehet majd megvalósítani. Illetőleg hát nyilvánvalóan akár egy járdaprogramnak a további folytatása, illetve az intézményeinknek a felújítási, karbantartási munkái is majd adott esetben ebből mehetnek. Köszönöm a szót. Köszönjük elnök úrnak. Akkor menjünk végig a határozati javaslatokon, jó? És akkor szavazzunk róluk, és akkor még mindegyikről lehet külön előtte beszélni, hogyha arról van szó. Akkor először én feltenném a Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak a határozati javaslatát, ami... Tessék? Ja, várja, az lesz. Igen. Akkor melyikről szavazzunk? Akkor... Jó. Akkor melyikre? Most ugye ki kell mondanunk, hogy jelenleg hiány van. Ennek a hiánynak az első fordulóra valamilyen módon meg kell találni a forrását. Ha kiadásainkat csökkentjük, ez a hiány csökkenhet. Ha bevételeinket növeljük, akkor szintén az előállhat. De amint látható, van egy táblázat a írásos anyag végén, amelyet most még a pénzügyi irodavezető a Városfejlesztési Bizottság kérésére kiegészítette azzal, hogy a többletigényeket felosztotta működési és fejlesztési igényekre. Ezek olyan többletigények, amelyekre majd a polgármester, amikor szavazásra teszi fel a
a határozatokat, legtöbbnél külön határozatban kitérünk, és a többségében támogatást mond ki, vagy javasol a Városfejlesztési Bizottság, de azzal, hogy végleges döntést majd csak a költségvetés elfogadásánál lehet hozni. És itt kiemelten rögtön az első sorban az intézményi kafetéria juttatásokban való állásfoglalás lenne, mert az elsősorban a óvoda kérelmek lettek kidolgozva, de alatta a többi intézményre vonatkozóan is bemutatjuk, hogy mit jelentene a koncepcióhoz képest ez a többet igény. A bizottság javaslata az volt, hogy majd a januárban az első fordulónál nézzük meg, hogy térjünk vissza, rá. Most mitől leszünk akkor okosabbak? Tehát látni fogjuk, hogy mennyi adóbevétel folyik be az iparüzési adónak a feltöltése, az december 31-ig fog megtörténni, akkor látjuk, hogy ténylegesen mi az, ami adó befolyik. Ezt látva meg tudjuk emelni a jövő évi tervezett adóbevételeket is, tehát mikor ezt duplán tudjuk számolni. Megnézzük, hogy mi az a szabad maradvány. Ezt minden évben megvizsgálja a pénzügyi iroda, és januárban már tudunk az is szabad maradványról tájékoztatást adni, de az igazi maradvány, az majd tudjuk a beszámolót követően májusban fogjuk látni. Amikor feladatokat határozunk meg, és elsősorban itt fejlesztési feladatok lesznek, akkor célszerű úgy kimondani, hogy van, amit már a költségvetés elfogadásánál beépítünk, és van, amit azt tudtuk mondani, hogy majd a beszámoló elfogadását követően, amikor tényleg látjuk, hogy hogy zárjuk a 19-es évet, és mi áll rendelkezésünkre hintba. És ezeket a első fordulónál, amikor majd januárban az első fordulós tárgyalást előterjesztjük a költségvetés első fordulós tárgyalását, akkor ezeket a sorrendiséget meg fogjuk mondani. Több olyan normatíva is van, amelyet nem ismerünk, és azok nagyon fontosak. A jelentős tételek a gyermekétkeztetési normatíva, a családsegítés gyermekjóléti szolgálat normatívája, és a bölcsőde működési támogatása. Ezek figyelembe véve, hogy csak az idei számokkal számoltunk, kiadási oldalon viszont többségében az megemelt összeggel számoltunk, hozhatnak pozitív eredményt, de ha azt fogják figyelembe venni, hogy nőtt az adóerőképességünk, akkor adott esetben lehet negatív hatása is, és mindez csak decemberben fog kiderülni. Tehát azért mondjuk, hogy ez egy koncepció, itt az ismert számokat közöljük, látható, hogy van hiány, de lehet, hogy sokkal jobbá tud válni ez januárban, de a tényleges számokat csak akkor fogjuk tudni közölni. És ezért van az, hogy bár a testet nagyon szeretne, a bizottság javasolja, hogy legyen megemelve a kafetéria, végleges döntést csak a költségvetésnél lehet mondani. De a fekvőtáblát kellene nézni. Fekvőtáblát nézzétek, az a legújabb. És a többi intézményre, abban természetesen nem csak az óvodák vannak benne, hanem többek között a Kuma elhangzott a gondolási központ. És az új táblázatban ugye ketté van már bontva, akkor a fekvőtáblázatban, amit megkaptatok, abban már ketté van bontva ugye a működési és a fejlesztési pénzek. És ketté van bontva minden cégre vonatkozóan, ahol van ilyen, a kötelező, illetve a emelt támogatási igény. Ezek ilyen per jellel vannak. Szerepel a Monori Sport Egyesületre vonatkozóan, a jelenlegi 50 millió van beépítve, hogyha jövő évben plusz ezt 10. az emelt támogatást megkapja, az plusz 10 millió, és fejlesztésre van az a 6 millió, amit elnök úr jelzett, hogy ugye tetőre, és 700 ezer forint, ezt a Városfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a kerítés megemelésére, vagy mit tehát arra is érkezett javaslat. Hát ezek mind itt szerepelnek. Hát egy szumma összeget nem írtunk oda, hogy aki akarja, összeadogatja, mert ez azért egy jelentős tétel, ami még negatív irányba mozdítja el a jelenlegi koncepcióban megjelölt hiányt. Jó. Akkor melyikre szavazunk először? Így mehetünk? Végig. Szerintem ezt a végén. Jó. És most ezekkel. Jó. 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 Emeljük be, ezt ne szavazzuk.
Tessék? De a határozatokat, amiket... A határozatokról szavazunk akkor, amiket a bizottságok hoztak, akkor először a kafetéria emelésével kapcsolatban, ugye a 496/2019-es határozatról szavazunk, tehát arról, hogy az önkormányzatnak, a testületnek szándékában áll az, hogy a óvodáinkban és az intézményeinkben ugye a kafetériát, a kafetériai juttatást ugye megemeljük. Erről itt ki is van számolva a táblázatból, hogy a havi 5000 forintról 10000 forintra történő emelés, az pontosan mekkora plusz forrást igényel majd. Akkor ezt a 496/2019-es határozati javaslatot tenném fel először szavazásra. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, azt kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm szépen. 11 igen szavazattal a határozati javaslatot a testület támogatta. A következő határozati javaslat a Monori Gondozási Központ kérelme. Ugye jövő évben 50 éves lesz a gondozási központ, és gyakorlatilag ennek a megünneplésére, a méltó megünneplésére egy 600.000 forintot kért tőlünk az intézményvezető asszony, és akkor erről a határozati javaslatról kell szavazni, tehát szavazásra tenném föl a 497/2019-es határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm szépen, 11 igen szavazattal támogattuk a határozati javaslatot. A következő a 498 és az Emberi Erőforrások Bizottságának határozata, a 434-es, azok ugyanazok a határozati javaslatok, úgyhogy arról egyszerre szavazunk. Ez az Emergency Service Kft.-nek a központi orvosi ügyeleti ellátásának díjának 52 forint per lakos per hó a történő emeléséről szól. Ugye orvoshiány van sajnos településünkön, itt az ügyelet tekintetében is, így ezáltal folyamatosan nőnek ugye az óradíjak, és gyakorlatilag a szolgáltatónak emelnie kellett a díjakat, itt tételesen le volt vezetve, ugye ez a töktülésen is járt, ott is már többször tárgyaltunk róla a többi településsel, és hogy ezt nekünk mindenféleképpen be kellene építenünk a költségvetésünkbe. És ugye felülvizsgáljuk ezt a dolgot, mert most ugye a töktülésen született egy olyan döntés, hogyha Pán település csatlakozna hozzánk, tehát csatlakozna a kistérségi társuláson belül az ügyeleti ellátásba, akkor ez azt jelenteni hosszú távon, hogy 39 forintra menne le ez az 52 forintos összeg. De addig ugye Pánnak fel kell mondani a nagykátával ezt a szerződést, tehát ez hosszú-hosszú idő lesz, ezek hónapok eltelhetnek, mire mi Pándot be tudjuk vonni. Úgyhogy addig nekünk ezt az 52 forint per fő per hóval kell számolni az ügyelet tekintetében. Ha nincs hozzáfűzni való a határozati javaslathoz, akkor én ezt ugye együtt tenném föl a 498/2019-es, illetve az Emberi Erőforrások Bizottságának a 434/2019-es határozati javaslatát. Aki egyetért a határozati javaslattal, az igen gomb megnyomásával jelezze. Jó. 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk. A következő határozati javaslat a 499/2019-es lesz. Ebbe tulajdonképpen annyi van benne, hogy a fejlesztésekre 120 millió forintot el fog különíteni a képviselőtestület, és ugye ebbe benne van a 20 millió forintos intézményi felújítás. Ez plusz? Jó.
Akkor legyen így, ahogy a határozati javaslat, de itt külön van a határozati javaslat. Látom, mint úgy van, hogy 120 plusz 20 látom. Jó, akkor legyen 120. De lehet csak 120 is. Lesz mire? Semmi se drága. Jó, akkor én a határozati javaslat szerint tenném föl szavazásra. Aki egyetért a 499-es határozati javaslattal, azt kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm. 10 igen szavazattal egy tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk. Úgyhogy majd januárban fogjuk eldönteni. Jó. Akkor kérdezném, ugye a 435/2019-es határozati javaslat következik, és kérdezném a Emberi Erőforrások Bizottságát, hogy ők hoztak egy döntést, miszerint a Monori Sportegyesület ugye nek támogassuk a kérelmét, és a javasolt támogatást építsük be ugye a 2020-as évi költségvetésbe. Kérdezném, hogy bizottsági elnök úrnak jó-e úgy, vagy ők úgy is elfogadják ezt a döntést, hogyha ez csak januárra tolódik át, mikor látjuk az összeget, és addig nem nyilatkozunk erről ilyen konkrétan. És akkor meg is adnám az elnök úrnak a szót. Ezért a magunk egyszerű eszére azt gondoltuk, hogy akkor elkészül egy bázis alapú alap, és ehhez képest, amennyiben a kötelező feladataink tekintetében bevétel és kiadásokkal tisztában vagyunk, ehhez képest tárgyaljuk a sportegyesületnek a többlet igényét, ami egyébként egyfelől egy igazgatási, másfelől pedig egy fejlesztés felújítási kérdés. Illetve ott van egy az utcai gondozószolgálat tekintetében nem kell szavaznunk, tekintettel arra, akkor mi még nem tudtuk, hogy ez bázisba bejön, tehát ez már az előterjesztés, úgy mint a máltaiak, polgárőrök, stb. Alapba benne van, tehát erről a határozatról nem is kell külön döntést hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök úrnak. Akkor a 435/2019-es határozati javaslatot úgy módosítanám, hogy az önkormányzat a 2020-as évi költségvetés számainak ismeretében tárgyalja meg. Akkor itt tenném föl szavazásra. Aki egyetért vele, azt kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm. 10 igen szavazattal és egy tartózkodással a határozati javaslatot a képviselőtestület támogatta. Akkor a 451-es... igen, nem kell, bocsánat, beépült. És akkor most szavazunk a... A 61-esről nem is kell jogíró. Jó. Akkor a Jogi Ügyrendi Bizottságnak és a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottságnak a javaslata ugyanaz, akkor a 495-ös határozati javaslatot tenném fel legvégül szavazásra. Maga, ami a koncept, konkrétan a koncepcióról szól. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, azt kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Tíz igen szavazattal és egy tartózkodással a testület támogatta a határozati javaslatot.